mintegy tízezer ukrajnai menekült érkezett hétfőn Magyarországra. A rendőrség közel 1200 esetben állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik a rendelkezésre álló idő alatt fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében. A budapesti rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy 1140 menekült köztük négy 415 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A BRFK 31 ukrán tolmácssal kötött megbízási szerződést, és saját állományából is biztosít tolmácsokat. A rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak ZRT, a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a segélyszervezetek munkatársaival.